2021-ben a tavalyihoz képest kétszeres hosszban, összesen több mint 1000 kilométeren kezdődhetnek meg az útfelújítási munkák. Az idei korszerűsítéseknek is a vidéki életminőség javítása, a kis települések jobb megközelíthetőségének biztosítása a fő cél. Azért kezdeményeztem a 8311-es útfelújítását, mert közel 20 000 itt élő embert érint, és nagyon sokan közlekednek keresztül a három érintett településen. Ugye Nyúl, Győrújbarát és Mémfőcsanaknak ez a legfontosabb útja, és kormányzati támogatással, kormányzati döntések után az volt a célunk, hogy az itteni úthálózatot folyamatosan és nagy mértékben fejleszteni tudjuk. Ezért kerülhetett sor korábban a 82-es úton is burkolatfelújításra, ezért kerülhetett sor, és ezért zajlik jelenleg is Győrújbaráton, illetve Győrújbarátról Győr irányába jelenleg is útfelújítás a Magyar Falu programban. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy most állunk, és elnézést kérek a polgármestertől és a képviselőktől. Ez tulajdonképpen Győr kertvárosa ma már. Hogyha azt nézzük, hogy az itt élő embereknek egy jelentős része Győrbe viszi a gyereket tanulni, Győrbe viszi külön órákra sportolni, és a kenyerét is Győrben keresik meg nagyon sokan az itt élők közül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azok a kapcsolatok, azok a közlekedési kapcsolatok, amikkel el tudnak menni, tanulni, szórakozni, dolgozni Győr városában az itt élők, vagy éppen az átutazók, azok jól működjenek. A beruházó Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatója Szilvai Attila kiemelte a magyar kormány mellékutakat és főutakat célzó felújítási programját. A kormánynak a mellékutak, főutak felújítását figyelembe vévő programja egy olyan lehetőséget teremtett számunkra, ami igazán 21. századi körülményeket és munkát biztosít számunkra, és a közlekedők is örülhetnek, hiszen nem a kátyukat kell kerülgetni, nem döcögni kell, hanem nagyon szép, egyenletes útfelületeken haladhatnak. Úgy gondolom, és az a véleményem, hogy ezzel a beruházással az utóbbi jó pár évtized, és nyugodtan mondhatjuk, akár az utóbbi 50 évnek a legnagyobb fejlesztése valósult meg itt ezen a három településen, gondolva Nyúlra, Győrűbarátra és Győr-Mélyfőcsanak községekre. Szeretném én is megköszönni az elkészült utat, szeretném azoknak, akik ebben részt vettek, úgy szintén köszönetet mondani. Nagyon örülünk ennek az útnak, hogy elkészült. Elmondható, hogy egy nagyon balesetveszélyes szűk út volt, ez mostan úgy tűnik megváltozik.